március 5-én megnyitott a tárlatát a Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola, Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium tagintézményének rajzszakköre a Hamza Múzeumban. A két intézmény kapcsolata több mint egy évtizede kezdődött, hiszen az iskola diákjai rendszeresen nyújtanak be munkákat az illusztrációs pályázatainkra, a rajzszakos kolléga pedig, Nagy Tamás tanár úr, rendre hozza a csoportokat egy-egy múzeumi órára. A köszöntőben Farkas Edit, a múzeum igazgatója elmondta, hogy a tavalyi év egyik célkitűzése az volt, hogy kiszélesítsék a tevékenységi körüket, és ez a terv sikerült is. A múzeum előző év szeptemberétől célul tűzte ki, hogy még inkább nyit a diákok a fiatal korosztály felé. Ez egybevágott a Liskás Fiatalok elképzelésével, mely szerint kiállításon mutatnánk be a rajzszakkörön készült alkotásaikat. Több mint 10 kiállító, több mint 20 alkotása fogadja a Hamza Múzeumban látogatókat. A kiállítás alapötlete Nagy Tamás rajztanár fejéből pattant ki. Megkérte diákjait, készítsenek rajzokat, festményeket. A válogatásnál azt kértem minden diáktól, hogy kettő munkát hozzon magával. Az egyik munka legyen egy szakkörön készült munka, egy csend, illetve egy beállítás. A másik pedig egy teljesen szabadon választott munka, amit örömből vagy tehát saját elképzelése szerint alakít ki. Az alkotások megszülettek, nézzük hogyan, melyik diák honnan merített ötletet. Ezen az alkotáson ugye egy porpasztellal készült munkát látható, csendélet, és hát jól látszik rajta a megvilágítás, a különböző színekkel való dolgozás. Rajna Tamás Liskás diák már 3 éve jár a rajzszakkörbe. Mindig is szerette a művészetet, főként a rajzolás és a festéságát. Minden eszközzel szívesen alkot, de leginkább a porpasztelt választja. A porpasztellel már idén sikerült azt elérnem, amit ugye tavaly előtt még nem. Ugye kezdetben mindig csak egy adott pontot kezdtem el kidolgozni. Tanár úr mondta, hogy ne egy adott ponttal kezdjem, hanem így próbáljam így felületesen, az egésszel próbáljam ugye minél nagyobb felülettel kezdjem el a dolgozást, és meg is lett az eredménye, sokkal gyorsabban haladok, és sokkal látványosabb. A kiállítók közül többen érkeztek a Liskából, Nagy Tamás rajzszakkör órája ihlette meg őket. Nagyon szeretem a külföldi, a magyar Marvel-es képregényeket, és azokat próbáltam volna a Hungarikummal vegyíteni. Így látszik is a két főszereplő, hogy elég izmos karakterek. Próbáltam a Lehel Kürtöt a magyar erő szimbolizálni, a másik a skinny zsipál, tartja a malomkövet, háttérben a busó. Szóval rengeteg Hungarikum látszik a képen. A pontozás türelemjáték mindenki számára, főleg ha azokból kockát alkotunk. Úgy készült a rajz, hogy a kockákat felvázoltam ceruzával, majd tűfélccel apró pontokkal, hogy elkészítettem. A válogatott rajzok és festmények között több csendélet is fellelhető, például az Attiláé. Végülis ez ilyen csendélet, szénnel csináltam. Ez kb. Úgy 2 hónapos rajz az ilyen kapott. A főbb történet az inkább az lenne, hogy az ember ne ragadjon a múltba, inkább valami a jövőbe való jó dologhoz kapcsolja magát, és ne az legyen, hogy a múltjában való félelmekhez, meg az ilyen dolgokhoz rögzítse magát, és ezáltal meghatározhatja a jövőjét. A szénnel készített rajzok hatása a szénvilág miatt mindig negatív, ám vannak kivételek. Szént alkalmaztam, meg ezt korábban csináltam, és most újra átmentem rajta, hogy erőteljesebb legyen. Ezt ugye a rajzszakkörön csináltuk, én ezt tavalyi érettségi munkámra készítettem. Robi ezt az alkotását szénceruzával készítette, és többnyire az árnyékolás technikáját alkalmazta.
pontosan úgy, mint Rita. Színnel csináltam, és ugye a szabadban készült ez a mű. Hát sokszor szoktam szabadban rajzolni, csak kiülök és elkezdek festeni, vagy akármit így, ami megtetszik lerajzolni. A csendélet sok diákot megihletett, hiszen a rajzakörön ez egy elvárt kompozíció. Ez ugye egy csendéletet ábrázol, baloldali megvilágításban. Szeretem ezt a képet, tehát a színek azok mindenképpen nagyon tetszenek rajta. A hangulata is olyan kis nyugodt, illetve ugye a hőfokkontraszt is úgy megfigyelhető rajta. Tíme a másik művének témája egyedi, melyel a mai kor egyik legnagyobb betegségére hívja fel a figyelmet. A másik képen már egy eltérőbb dolgot szerettem volna, mint maga ennek a kiállításnak a témája. Szerettem volna ezzel kissé meghökkenteni az embereket, illetve felhívni a figyelmet az anorexiára, mint betegségre, ami jelenkorunkra igencsak jellemző. Különböző fotókat válogattam össze, és azokat próbáltam megvalósítani. Az összes technikát festéssel csináltam, és azokat kombináltam. Henny a 13 kiállító közül a legfiatalabb, volt már több iskolai bemutatója, de számára ez a legkomolyabb. Hát ezt szénnel készítettem, és ez a, ahol szokott lenni a rajzakör, és kell be az a terem. Az így lett akkor a háttérként. Hát ez az órai munka volt. Sok színes stílus és egyediség, számtalan fiatal tehetség alkotásait állították ki március 5-én a Hamza Múzeumban, amit egészen március végéig tekinthetnek meg az érdeklődők.